a Coupé ZRT harmadik vadonatúj csarnokában lévő robotot Bogis és Ferenc tulajdonos és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter indította el. Eljutott abba a pozícióba, hogy a kapacitását a mai napon megduplázza, megnyitja a harmadik termelőüzemét, ezáltal pedig nagy nemzetközi vállalatok megrendelési igényeit tudja kielégíteni. Ezzel a beruházással ugyanis, amelyet a mai napon átadunk és elindítunk, a Coupé ZRT a NEMAC mexikói vállalat stratégiai beszállító partnerévé válik, és éves szinten 500 ezer darab hengerfej előállítását tudja vállalni a NEMAC számára. A modernkori ipari forradalmat az autóipar vezényli, és a világ vezető vállalatai szerint Magyarországon érdemes beruházni. Ezt mutatja, hogy nemrég az Audi Győrben elindította az e-motorok gyártását, a Mercedes Kecskeméten elkezdte építeni második gyárát, és eldőlt a harmadik német prémium automárka, a BMW is telephelyet alakít ki Debrecen mellett. Nincs megállás, hogy a lendület kitart, az világosan mutatja az a tény is, hogy a tavalyi minden idők rekordévéhez képest az idei esztendő első felében a magyar autóipar termelési értéke meghaladta a 4,5 ezer milliárd forintot, amely egy jó 7%-os növekedés a tavalyi esztendőhöz képest. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magyarország sikere tehát nagymértékben múlik az autóiparon, és az autóipar megtette és megteszi a magáét, arra én azt gondolom, hogy kellő bizonyítékot szolgáltat az, hogyha csak az elmúlt néhány hónapra, mondjuk a nyárra tekintünk vissza. A Coupé ZRT 6,2 milliárd forintból megépített gyártóüzemét a kormány egyedi kormánydöntéssel 1,5 milliárd forinttal támogatott. Ennek köszönhetően a vállalkozás az Audi elsőkörös hengerfej beszállítójává válhat. Elkészült a 6000 négyzetméteres gyártócsarnok, megérkeztek Japánból, és üzembe helyeztük a robotizált gyártócellákat, megszereztük a legmagasabb minőségi irányítási auditunkat, kidolgoztuk a gépgyártó mérnökeivel a megfelelő gyártás technológiát, és a NEMAC szakembereivel a teljes gyártási és logisztikai folyamatot. Márciusban elkészültek a próbadarabok, a Renault és a Volvo, akik a hengerfejeket az autóikba építik, a legnagyobb elismeréssel szóltak a közös munkánkról. Győrnek fontos, hogy az itt működő cégek eredményesek legyenek. Ebben sokat segített az iparűzési adó csökkentése és a szakképzés megerősítése. Nem csak a középfokú oktatási rendszer, hanem az egyetemi minőség, azok az emberek, akik az egyetemről, a középiskolából kikerülnek, megtalálják számításukat. Ezzel egy körforgás lesz, azaz elkezdenek dolgozni egy helyen, alkotnak, innoválnak, hozzáteszik a maguk tudását, és ezzel a kis közösségnek, egy adott cégnek, a környezetnek, egy városnak, egy országnak hírnevet és sikert tudnak hozni. Ugyanakkor talán kell az is, hogy azok az emberek, akik ebben döntenek, akár egy iparűzési adó csökkentésével, újabb és újabb lehetőséget biztosítsanak az itt lévők számára, az itt lévő cégek számára, amivel aztán élni tudnak, és ilyen beruházásokat meg tudnak valósítani. A 25 éves magyar vállalat mindig is a minőségi termékek gyártására fektette a legnagyobb hangsúlyt. Meggyőződésem, hogy Magyarország legnagyobb ereje éppen a magas minőségben teljesítő munkásainkban van. Világszínvonalú technológiát, világszínvonalú gyárat nem lehet gyenge vagy közepes képességű dolgozókkal üzemeltetni, és nekünk, mint ez a példa is mutatja, vannak világszínvonalú szakembereink és mérnökeink. A cég arra is ügyel, hogy a 120 új munkahely kapcsán megvalósuljon a folyamatos képzés, a munkahelyi kultúra fejlesztése és a családbarát megoldások bevezetése. A rendezvényen Vékás Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke bejelentette, az MTA és a Coupé ZRT közös díjat hoznak létre, melyre évente 20 millió forintot adományoz a cég. A díj a kiemelkedő eredményeket elért 45 év alatti kutatókat jutalmazza.